Az egész falunak a lelkiségét látom benne megnyilvánulni. Hadadnádasdot ábrázolja ez a festmény, melyről alkotója, Kovács Emil Lajos azt mondta, a romániai Szatmár megyében lévő település lakosai annyira szépen és tisztán beszélik a magyar nyelvet, hogy az már meglepő volt számára. A nagybányai iskolához közel álló szatmár németi születésű festőművész munkáiból a napokban a Gyulai Tájvízházban nyílt kiállítás. Látszólagosan az van, hogy én tájképfestő vagyok, de tulajdonképpen ezeknek a tájnak, az alkotó elemeinek a szimbolikája érdekel tulajdonképpen. És a másik pedig az, hogy sokkal inkább expresszionista módon közelítem meg ezt a témát, mint hogy impressionista módszerrel dolgoznék, tehát ezek sokkal expresszívebbek, kifejezőbbek, tehát nem annyira a rám való hatása, inkább azt szeretném, hogyha én hatnék másokra ezáltal. A művész pályáját bemutató szatmári elemér Tamás várajai református lelkész azt mondta, Kovács Emil Lajos képei mindig tartogatnak számára valamilyen meglepetést, mert soha nem tud felkészülni azokra a csodákra, melyeket a művész a vászonra visz. A mai festők közül én nem ismerem Kovács Emil Lajosnak a párját. Tehát az, amit ő megmutat, az egy teljesen egyedi látó nézőpontja az erdélyi tájnak, elsősorban az erdélyi tájnak, bár hát ugye ő is elmondta, hogy nem csupán tájfestő, de mégis főleg így tartjuk számon, és ezért szeretjük. Kovács Emil Lajosnak idén ez a negyedik kiállítása. Kolozsvár, Budapest és Brüsszel után a Gyulai Tájvízházban június végéig tekinthetők meg a munkái.